Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Advent harmadik vasárnapján. Ézsaiás próféta könyvéből olvasok egy szakaszt. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. Isten áldása legyen az Isten tiszteletünkön, készüljünk a gyónásra a 140-es adventi énekünkkel.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. És a szeretetben. Testvéreim, Isten színe előtt vagyunk, és olyan jó tudni azt, hogy elé vihetjük mindazt, ami terheli az életünket. Éppen ezért gondoljunk most méltatlanságunkra, mindazokra a dolgokra, amelyek terhelik a lelkünket, és valljuk meg bűneinket csendben, majd mondjuk el közösen a bűnvalló imádságot. Imádkozzunk. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Bízzatok testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, akiben eljött a megváltó, és aki eltávolítja a gonoszságot népe közül, eltörölve bűneiket. Én pedig feltámadott Urunk megbízásából, feloldozlak benneteket bűneitekből, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úr közel. Egek harmatozzatok a magasból, fújjon igazság a fellegekből. Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot. Sarjadjon igazság is vele. Ébredjetek és újongjatok, akik a porban laktok. Újongjatok a mindenség ura és királya előtt. Mert eljön, hogy ítélkezzék a földön, igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Az Úr közel. Úr Jézus Krisztus, aki néped üdvözítőjeként jött el újra.
magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ma is úton vagy felénk, Istenünk, mi pedig szeretnénk eléd sietni, de sok minden eltérít bennünket jóságodtól. Távolítsd el mindazt, ami elválaszt tőled, hogy találkozhassunk veled. Erre kérünk téged, aki Jézus Krisztusban eljöttél, és lelkeddel közel maradsz hozzánk, mindörökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet advent harmadik vasárnapjának oltár előtti felolvasáshoz kijelölt igéit. Az Ószövetségi igét megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 40. fejezetben, az első 11 versben a következőképpen. Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiállt: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a domvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondj Júda városainak, itt van Istenetek, az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Áldjuk az Urat, mert irgalmas. És beszélj meg. Hallgassuk meg az ünnep evangéliumát, megírva találjuk Máté evangéliumában a 11. fejezetben, a 2. a 10. versig a következőképpen. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival: te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokasságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva: íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Ez a mai nap evangéliuma.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a levélbeli igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölt, megírva találjuk Pál apostol Kolossébeliekhez írott levelében, a második fejezetben, az első 7 versben a következőképpen. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet és Krisztusba vetett hitetek kilátságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, szükségünk van a bátorításra. Szüksége van a bátorításra az ákon-bákon betűket még esetlenül papírra vető kisdiáknak. Szüksége van rá a kamaszodó és lázadó ifjúnak. Szüksége van rá a megfáradt munkatársnak, az elcsüggett családtagnak vagy barátnak. A kiutat nem látó, a betegség, a gyász fájdalmát hordozónak, vagy éppen a sportpályán mérkőző és küzdő csapatnak. Mert a bátorító, a buzdító szó és tesz, az továbblendítő erőt tud adni, kimozdít a holtpontról és távlatot mutat. Az az ige, amit felolvastam a Kolossé levélből, ez is bátorításról szól. Pál apostol bátorítja és buzdítja a kolosséi gyülekezetet. Ugyan nem testi jelenlétében teszi, nem úgy teszi, hogy odalép melléjük, megveregeti a vállukat, hanem tollat ragad és ír nekik. Kolossé Kis-Ázsiában fekvő kisebb városka volt, és bizony nem lehetett valami nyugodt életük az ott levőknek. Hiszen a római birodalom legfőbb keleti útvonala vezetett át a városon, a népek országútja, valóságos átjáróház volt ez a terület. És nem csupán a virágzó gazdasági élet bontakozott ki, hanem a különféle kultúrák és szellemi áramlatok is itt találkoztak. Az apostol ugyan nem járt személyesen közöttük, de mégis hallott az ott élő keresztényekről, hiszen ismerte azt az embert, Epafrászt, aki tanítványa és munkatársa volt, aki egykor elvitte a Krisztusról szóló örömhírt Kolosséba, és bizony a munkája nem maradt eredmény nélkül. És ez az ember, ez a tanítvány, Epafrászt a magvetés után is felelősséget érez a gyülekezet sorsáért, ami arra készteti, hogy felkeresse Pált és hírt adjon a közösségről. Hírt adjon arról, hogy bizony veszély fenyegeti őket. Tévtanítás veszélye, mi szerint Jézus Krisztus személye ugyan nagyon fontos, különleges. Voltak, akik ezt elismerték, de tanították, hogy rajta kívül még olyan sok minden másra szükség van ahhoz, hogy az ember az Istent megismerje és eljusson hozzá. Epafrász tájékoztatja az apostolt. És Pál nem lankad, hiszen a Krisztustól kapott megbízás és a benne munkálkodó isteni erő révén érzi a felelősségét. Bátorítja, levélben bátorítja és buzdítja a fiatal gyülekezetet a Krisztusban való megmaradásra.
azokat, akik nem olyan rég ismerték meg Jézust, akik előtt nem olyan rég nyílt meg az új élet lehetősége, akik még gyerekcipőben járnak a hit országútján. Bátorítja őket, hogy maradjanak meg a közösségben. Menjenek közel, minél közelebb a centrumhoz, mert ez óvhatja meg őket a sodródástól. Keresztény gyülekezet, voltak és ma is vannak, akik tetszető szavakkal, ügyes, rábeszélő képességgel akarják elbizonytalanítani a Krisztus hívő embert. Elbizonytalanítani abban, amiben egykor már bizonyossá vált. Nem más ez, mint a sátán a gonosz munkamódszere. Összekuszálni, összedobálni a letisztult dolgokat, a gondolatokat, jól megkeverni a kártyákat. És bizony nem úszhatjuk meg ma sem, hogy a mai modern világban ne szembesüljünk azzal a véleménnyel, hogy az egyedül Krisztushoz való ragaszkodás az szűklátókörűség. Hiszen annyi minden kínálja magát. Az ezotéria, a komplementer orvoslás, a csakrákra való odafigyelés, a feng shui alapelvei, a jóslás különféle fajtái, a szerencsehozó jó energiát árasztó kütyük, és hadd ne folytassam a sort, amelyek keresztény otthonokba is beszivárognak, és jelen vannak. Keresztény gyülekezet, az apostol belekiáltja a mai gyülekezet életébe is, hogy Krisztusban kincses ládát adott számunkra az Isten. És bátorítja, buzdítja nem csak a kolosséiakat, hanem a bennünket is, hogy ragadjuk meg ezt az ingyen odakínált kincset. A kiművelt keresztjén értelemre törekedjünk, az Isten dolgaiban való tájékozottságra törekedjünk. Mert egy-egy tévtanítás azok számára veszélyes igazán, akik tájékozottak az Isten dolgaiban. És bizony újra és újra ismétlésre szoruló tanítványok vagyunk a kereszténység iskolájában. Mert nagyon nagy a különbség a passzív és az aktív tudás között. A között, hogy valami dereng, mélyen a szűkállományban el van ásva, vagy az aktív tudás, amit mások számára is érthetően meg tudok fogalmazni és tovább tudok adni. Az, hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus. Az, hogy mit tett, értem. És ő a róla szóló igehirdetésben, a róla szóló apostoli tanúságtételben, vagy éppen az oltárhoz letérdelve, az úrvacsorával élve, közel jön ma is. Szent lelke által meggazdagít, aktivizálja a tudásunkat, és élővé teszi, szilárdá a hitünket. Krisztust, magát kell megismernünk, és bizony a kereszténység minden kincse, minden ismeret és az örök élet ajándéka is a vele való személyes kapcsolatban feltárul számunkra. Keresztény gyülekezet, az apostol szavai kristály tisztán Jézus Krisztusra irányítják a figyelmünket, úgy ahogyan az ízenhelyi oltárképen is keresztelő János újja Krisztusra irányítja a figyelmet. Arra a Krisztusra, aki a világ ura, aki senki más vagy semmi más nincs rajta kívül, ami szükséges lenne az üdvösséghez. Arra a keresztre irányítja a figyelmet, ami összekötő kapocs az ember és az Isten között, a föld és a menny között. Vajon elég erőse a bizonyosság a szívünkben, és mi belemerjük-e kiáltani a világba, ahogy egykor megtette Ézsaiás, vagy Pál apostol, vagy netán feltesszük keresztelő Jánossal együtt a kérdést, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Te vagy vajon az, akiről a proféciák szóltak? Te vagy az. Elég az, amit te hozol számunkra. Keresztelő Jánosnak az volt a küldetése, hogy előkészítse Izrael népét Krisztus érkezésére. Szenvedélyesen teljesítette a megbízását, és alázattal vonult vissza, amikor Jézus elkezdte a működését. Mégis ott a börtönben még ő is elbizonytalanodik.
Ilyen lenne a messiás. Ahelyett, hogy rendet tenne a római birodalomban, keményen helyre tenne mindenféle igazságtalanságot, kapásból elítélné a kisember kizsákmányolóit, megoldana a mindennapok gondjait, felszámolna az adószedők asztalait, inkább lehajol leprásokat, római katonákat, megszállottakat, bénákat, vakokat, némákat, mindenféle betegeket meggyógyít, közösséget vállal a kitaszítottakkal, és bűneikben megkötözötteket indít új életre. A választott nép hite sokszor meggyengült. Keresztelő János hite is megingott. A kolosséi hívők is kísértésben voltak. De mégis mindig volt valaki, aki bátorította őket, aki küzdött értük. A kiválasztott népnek a hitéért, a próféták, keresztelő hitéért, maga Jézus, ahogyan az evangéliumban hallottuk. A kolosséiak hitéért az apostol. Mindig volt, aki bátorította és küzdött értük. Adventus Domini, az Úr eljövend, az Úr jön úton van. Az az Úr, akiben egykor testet öltött az Isten ott Betlehem egei alatt, aki vállalta a kereszt gyötrelmét a Golgotán, aki visszatért az Atyához és elküldte a Szent Lelket, hogy általa jelen legyen a világban. Jön és ma is úton van felénk. Igen, ezt hirdeti az adventi időszak 4 vasárnapja. De mégis ez a mai vasárnap különös hangsúllyal rámutat az érkező Úr, az úton levő messiás, az úton levő szabadító jöveteléről szóló, azt hirdető hírvivők szolgálatára, felelősségére és sorsára. Mert bizony ahhoz, hogy hitre jussanak emberek, hogy megmaradjanak benne, hogy a reménység élő maradjon a szívükben, és bátor reménység legyen, ma is nagy szükség van a Krisztusra mutató emberekre, akik a rájuk bízott drága kincsről, az evangéliumról tanúskodni mernek. Nem rejtik el, hanem továbbadják. Akik nem fülbe súgdossák a titkot, amit valahol elcsíptek egy-egy beszélgetésben, hanem bátor bizonságtétellel belekiáltják a világba. Akik nem érdekeiknek megfelelően elszervítve adják tovább a híreket, akiket nem bénít az önmaguk helyzetéért való aggódás, amikor meg kell szólalniuk. Mert nem csupán egyesekre tartozó ügy hírvivői, nem valami titkos társaságé, hanem világra szóló hírről tanúskodnak. Mert életmentő az a hír, ami a kereszt hullám hosszán érkezik felénk. Mert olyan kincsünk van, az evangélium, ami a keresztény ember sajátja, és senki mástól nem fogja ezt megkapni a világ. És akkor lesz belőle több, akkor fog fényesebben világítani, ha megosztjuk. Pál apostol nem csak a kolossiai gyülekezet belső életét akarja megerősíteni, hanem hirdeti, hogy a külvilág felé is mutatkozzon meg a hétköznapi életben a hitük. Aktivizálódjon. Mert ha meg akarnak maradni a hitben, szilárdan akarnak benne élni, akkor aktív keresztény életet is kell élniük. Szóban és tettben. Mert keresztény gyülekezet az adventi várakozás az nem valamiféle passzivitás, nem tétlen várakozás. Hogyan tudunk jól, Istennek tetsző módon adventet ünnepelni, készülni karácsonyra, az érkező vendégre, hírvivők lenni a gyermekeink felé, a ránk bízottak felé? Ilyen és hasonló kérdések merültek fel minap egy házi biblia órán, ahol gyülekezetünkből 4-5 fiatal család vett részt és gyűlik össze 2 hetente, hogy igét olvassanak, imádkozzanak, énekeljenek, hogy a középpontra figyeljenek. Feltettük közösen ezeket a kérdéseket.
és mire jutottunk, mi jellemzi a mindennapjainkat, mi jellemzi az ünnepre készülésünket. Az évvégi rohanás, a minden idegszállal az évvégi zárásokra, leltárokra, munkára való figyelés. Többen vannak, akik hatalmas energiákat fektetnek abba, hogy mások ünnepi hangulatát megteremtsék és a szépé varázsolják. Zenészek, művészek, pedagógusok, foglalkoztatók, és lehetne folytatni a sort. És valahogy ebben a rohanásban a lényegre olyan kevés idő marad. Igen, mert a keresztény ember sem tud kivonulni a világból. Bennél a felgyorsult világban, a jelen eseményei és történései között kenyérharcot folytat, sokszor lehetetlen munkabeosztásban és az esetek túlnyomó többségében nem keresztény emberek között dolgozik. Talán még a családja is értetlenül tekint rá, mégis a keresztény embernek keresni kell az ünnepet, ami valóban nem könnyű feladat. Energiát, koncentrációt, odafigyelést és tudatosságot igényel a várakozás. Az adott körülmények között, a lehetetlen helyen, a lehetetlen időben mégis megtalálni és megragadni a lehetőségeket, amikor az igében, az énekben, az imában, a mindennapokban találkozunk a mindig utollevő Úrral. Mert belőle merítve erőt tudunk hírvivők lenni. Benne gyökerezzetek meg, hirdeti az apostol, mert ha benne gyökereztek, akkor tudtok gyümölcstermő fává nőni. Mert neki hatalma van az igazi reménységet feléleszteni, ébren tartani a szívünkben. Hatalma van a nyomorúságok, a töredékes között is megtartó erőt adni. De ehhez nekünk is munkálkodni kell. Elhordani az akadályt, azokat az akadályokat, amiket mi rakunk oda Isten és közénk. Le kell gyalulni életünk hegyeit, a magabiztosságot, a gőgöt, mindazt, ami elzár bennünket tőle. És fel kell töltenünk a hiányosságaink mélységeit. A személyes imádságban, az igeolvasásban, a szentség vételében, a Krisztus kapcsolatban. Aki új életre hív, és megújult életre indít. Újult erővel, új útra indító erővel tölt fel. Éljetek ő benne, hirdeti az apostol, hirdetik az útkészítők év ezredek óta. Éljetek ő benne, egyengessétek az útját, készítsétek az útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Mert ha így tesztek, ha egész éven át minden napon így tesztek, akkor nem be fogtok esni az ünnepbe, hanem az ünnep fog megérkezni a vendéggel együtt hozzátok. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a világ világosságaként jöttél el ebbe a világba. Szükségem van a fényedre. Néha kétség és félelem van a szívemben, angodalmaskodó gondolatok és tanástalanság. De a te fényed világosságot tud hozni életem sötétségébe. A te fényed nélkül a nehézségek túl nehezek és kétségbeeséshez vezetnek. De a szeretetet fénye átvilágít még a szenvedésen is. A te fényed nélkül az élet örömei gyorsan megfakulnak és elszállnak, mint a lehellet. De a fényeddel megtelnek hálával és bizalommal. A te fényed nélkül a napok tova tűnnek, és sok minden értelmetlen marad. De a te fényeddel minden nap megtelik a jelenléteddel. Uram, a fényed nélkül a halál, az élet sötét vége. De a te fényeddel az örökké valóság kapuja. Uram, világ világossága, jöjj lelkembe, világosítsd meg, kedvességed ragyogása érjen el lelkem legsötétebb zugaiba. Világosítsd meg gondolkodásomat, tedd szívemet újra boldoggá. Add nekem a bizonyosságot, hogy ahol te vagy, ott soha nem lehet teljes a sötétség. Ámen.
Valljuk meg hitünket közösen az apostoli hitvallással, válaszolva az ige hirdetésre. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Keresztény testvéreim, Jézus Krisztusban hirdetem a következőket. A következő Isten tiszteletünkön megkereszteljük Varga Katalin kis testvérünket. Ezen a héten is hirdettünk el a vigasztalás igéjét. Dömötör Sándor testvérünk ravatala mellett kedden 14 órakor ez a szalézi templom kriptájában lesz ez a temetési Isten tisztelet. Szeretném hirdetni nagy hangsúllyal, hogy ma délután 16:30 adventi tea délután tartunk a gyülekezeti teremben, amire várjuk a gyülekezet tagjait, presbitereket, szolgálókat, önkénteseket és mindenkit természetesen, és azt is kérjük, hogy régi szokásunkhoz híven a déli ebédből egy kis maradék süteményt, sósat vagy édeset hozzunk magunkkal, hogy aztán azt összetegyük, és együtt fogyaszthassuk el a tea mellé. Ez 16:30 kezdődik a kápolnában, tehát 16:30 ma délután, tea délután. Kérem, jöjjünk minél többen. Ennek keretében az újjáépített orgonánkat is megszólaltatjuk hivatalos keretek között is. Hirdetem, hogy holnap 8 órakor hétkezdő áhítat az iskolásoknak itt a templomban, délután 4-kor, 6-kor pedig a szeretet otthonban imakör, illetve alliansz együttlét, bibliaóra és alliansz együttlét. Szerdán, nagy hét, ugye utolsó hetében, vagy nagy hét, advent utolsó hetében vagyunk, szerdán adventi vesperát tartunk szokásunkhoz híven, 6 órai kezdettel itt a templomban, a liturikus kórus közreműködésével, Zsoltár éneklés, Magnifikát éneklés, igehirdetéssel. Kérem, jöjjünk erre is minél többen. Ez az adventi elcsendesedésnek egy nagyon szép alkalma. Tehát ez szerdán 6 órakor van, hétközi istentisztelet. Jövő hét advent 4. vasárnapja, de egyben már a küszöbe, ugye másnapnak 24-ének. Jövő héten 9 órakor tartunk természetesen advent 4. vasárnapi istentiszteletet. 10:30-kor családi istentisztelet is lesz, azonban ennek a nagyobb részében a következő napra fogunk próbálni. Tehát ez azt jelenti, hogy az 10:30-kor kezdődik a próba, aminek keretében a 24-én délutáni istentiszteletre próbálunk, amire várjuk a hittanos gyermekeket, akik szerepelni fognak. És akkor meg is érkeztünk már a karácsonyi ünnepkörhöz. 24-e délután 4 órakor lesz a családi karácsonyi istentisztelet itt a templomban. 12:00-kor, tehát 11:30-kor este, tehát nem éjfélkor, hanem 11:30-kor kezdjük az esti éjjeli karácsonyi istentiszteletet úrvacsoraosztással. 25-én 9 órakor tartunk istentiszteletet, és délután 6 órakor, 26-án pedig 9 órakor lesz istentisztelet, tehát karácsony második ünnepén. Szeretném még elmondani, hogy az idős, gyülekezet idős tagjai számára készítettünk csomagokat, nagyon sokat már önkéntesek szét is hordtak a városban, azonban van néhány itt a
templomban még. Kérem, aki még nem kapott, és tudjuk, hogy egyébként templomba jár, ezt kifelé menet vegye át. Gyűjtést is tervezünk, illetve tartunk az elmúlt hetekben, mégpedig a gyerekek karácsonyi csomagjára. Ennek az összeállítása a héten történik meg. Kérjük erre az adományokat, pénzadományokat, hogy a csomag minél gazdagabb lehessen. Azon kívül szeretném hirdetni, hogy ebben az időben, itt karácsony előtt, illetve két ünnep között, karácsony után, új év elején nagyon sokszor beteg úrvacsorázást végzünk házaknál, de kérem jelezzék a lelkészi hivatalban azok a családok, ahova szükséges, hogy elmenjünk, mert magunktól ezt nem tudjuk. Tehát ahol nem tudnak eljönni az ünnepek alatt, vagy betegség van, vagy kórházba került valaki, kérem ezt jelezzék akár telefonon, akár személyesen, vagy éppen e-mailen, hogy információnk legyen róla. Az evangélikus életet ünnepélyesen hirdetném, de nem érkezett meg, úgyhogy ezt valószínűleg majd csak jövő vasárnap tudjuk árusítani. Az útmutató viszont megvásárolható, a Biblia olvasó útmutató, szintén a kiáratnál következő esztendőre 2013-ra. Kérem, hogy ezt is vásároljuk meg minél hamarabb. Az evangélikus naptár még nem érkezett meg, de a karácsonyi ünnepkörben ez is reményeink szerint már vásárolható lesz. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most a 75-ös ének első versét énekeljük készülve az ige hirdetésre. Mindenható Istenünk, áldunk, hogy szent fiadban közénk jöttél. Hisszük, hogy most is velünk vagy, és meghallgatsz bennünket, amikor az ő nevében könyörgünk hozzád. Urunk, ne aggodalmaskodó és kételkedő szívünkre tekints, hanem emlékezzél meg irgalmadról, és ragyogtass ránk újra evangéliumod világosságát, hogy általa megerősödjünk a hitben, és jó reménységgel álhatatosan készüljünk szent fiad eljövetelére. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Urunk, tedd egyházadat hűséges és igaz tanúddá az egész világon. Szabadíts meg népedet a tudatlanság, a hamis tanítások és a lelki sötétség veszedelmétől. Szent lelked által tarts meg minket igéd igazságában, és add, hogy életünk a szolgálat és a szeretet jó gyümölcsét teremje. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Urunk, könyörgünk azért a békességért, amelyet egyedül megváltónk adhat. Könyörgünk a benned hívők egységéért, önmagunk és minden embertársunk üdvösségéért. Siess segítségünkre, tarts meg minket a hitben, hogy soha el ne szakadjunk tőled, hanem tiéd maradjunk, még el nem jön országod, ahol hitünk látássá válik. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Urunk, irgalmatba ajánljuk beteg, megfáradt, megszomorodott testvéreinket.
Erősítsd, bátorítsd és vigasztald őket, és adj nekik élő reménységet. Az örvendezőknek pedig szenteld meg örömét, hogy ne mulasszanak el hálát adni minden ajándékodért, és minden áldásért, amelyben nem érdemük szerint, hanem kegyelmet gazdagságából részesítetted őket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Hallgass meg minket, Urunk, és vezess földi életünk minden napján az üdvösség felé, míg el nem jön örökké való országod, ahol színről színre láthatunk, és angyalaiddal együtt dicsőíthetünk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az úrvacsorára készülve a 309-es ének első versszakát énekeljük. Az első, a második és a negyedik versszakát. Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által, aki beteljesítette a próféták jövendőlését, és üdvözítőül jött a világba. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével, és a földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket,
szeretett fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért áldunk és kérünk, küldd el szent lelkedet, hogy Krisztus testét és vérét vegyük üdvösségünkre ebben a kenyérben és borban, és testvéri közösséggé legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e kehelyből, az Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom mind örökké. Amen. Kérünk Istenünk, emlékezz meg szeretett fiad értünk viselt szenvedéséről és haláláról. Árad ki szent lelkedet mindnyájunkra, hogy megváltón keresztjének titkát ünnepelve, feltámadásának erejében részesüljünk. Emlékezz meg egyházadról, amelyet Krisztus vérén váltottál meg. Őrizd hitét, tartsd meg békességben, és add meg teljes egységét. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. És a te lelkedben. Testvéreim, forduljunk egymás felé bátran, akár ki is lépte a padból, köszöntjük egymást a békesség jelével. Krisztus békességünk legyen tovább. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Amen. Íme minden két testvéren járjatok az Istent oltárához. Először az oszkázborba merítéssel adjuk, majd hagyományos módon osztjuk az Istent.
Áldjátok az Urat, mert jó. És örök az ő hatalma. Imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallott a fülünket, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa a megígért örök életet. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Templomodban járt a lábunk, add, hogy a világosság útján járjon ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvéreim, menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tanúskodjatok szeretetéről, megízleltétek a bűnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon neked békességet.